Sziasztok, ez itt a Top Movies, és a 2001 űrodüsszáról szeretnék pár szót szólni. A film mai napig töretlen népszerűségnek örvend, legalábbis filmes berkeken belül biztosan, pedig egy majd 50 éves alkotásról van szó, ugyebár 1968-as, mégis a sci-fi műfajának egyik csúcs teljesítménye, sok szempontból filmtörténelmi mérföldkő. Most újra mozikba kerül nálunk, szóval aki még nem látta, annak itt az idő bepótolnia, aki pedig már találkozott eme űreposzttal, az most nagy vásznon is megtekintheti újra, mert nagyon jól néz ki mozivásznon, szerintem legalábbis tényleg jól mutat, sőt itt mutat igazán jól, úgyhogy érdemes benevezni rá. Kubrick filmje ugyanis minimum látvány tekintetében biztosan megér ennyi, technikailag és vizuálisan abszolút időtálló, Oscar-díjjal jutalmazott speciális effektjei messze meghaladják a saját korát. Na nézzük a film sztoriát egy picit röviden, tényleg csak röviden fogom elmondani, a történet talán egy picit homályos lehet, nagy vonalakban. A prehisztorikus korban megjelenik egy titokzatos monolit, mely értelmet ad a majom embereknek, és ezzel elindítja az evolúciós fejlődést a homo sapiensi válás felé. Majd egy nagy ugrás, jó pár millió év, és a monolit a Holdon jelenik meg, és egy titokzatos jelet sugároz a Jupiter felé. Ide is elindul egy expedíció, néhány ember és a legendás 9000-es holszámítógéppel a fedélzetén. Innen már csak egy lépés ugyebár a csillaggyermekké válás irányába, hogy így térünk vissza a Földre. Hát ez így összesűrítve talán egy picit bonyolultan hangozhatott, viszont kifejtve sem sokkal egyszerűbb, amúgy a könyvírója, aki a forgatókönyvet is jegyzi, Arthur C. Clarke azt mondta, ha valaki tökéletesen megérti a 2001 űrodüsszeát, akkor ő mint író kudarcot vallott. Úgyhogy ezúton én is szeretnék takarózni ezzel a mondattal. Hozzáteszem, ha valaki elolvassa a könyvet, tényleg nagyon sok mindenre választ kap, amit esetleg nem érthetett meg a filmből. Sok kérdés akkor is maradt szerintem, legalábbis egy-kettő, viszont komolyan sokkal közelebb kerül a megoldáshoz, a megértéshez. Szóval abszolút ajánlani tudom, hogy azt is olvassátok el. Egy jó könyv és nagyon sok kis kulcsot ad a filmhez. Így ezzel a kettővel együtt egészen jól meg lehet ám érteni mindent. Még ha nem is 100%-ban, de egészen jó. Na, de amiben a film tényleg nagyot alkot, az úgyis a látvány, mint már említettem. Kubrick döbbenetesen látványos képekkel festi le nekünk a világűrt. Persze azért nyilván, mint mondtam, van mély tartalma a filmnek, belecsempészi véleményét az emberiségről, komoly mondandója van a filmnek, viszont amitől maradandó lesz így igazán, az tényleg a pazar audiovizuális élmény, amit nyújtani képes. Mert tetéren ez így egy megkomponált remek mű az egész film, tényleg olyan, mint egy űreposz. A maszkoktól kezdve, ugye az első szakasz majom emberei hihetetlen jól meg vannak csinálva, a makettek, a díszletek, effektek mind-mind precízen kidolgozottak. Amúgy talán a jelmezeknél érződik legjobban a kor, hiába akkor más volt a divat, vagy a jövőben borzasztóan visszatér a retro, azt nem tudom. Bár ugye 2001 űrodüsszeát, tehát nem nagyon beszéltünk a jövőről, hiszen az már elmúlt, na mindegy. Számtalan felejthetetlen kép és jelenet van a filmben, majom csondobálása, a fekete monolit félelmetes együttállása a nappal és a holddal, az űrközpont és űrhajó keringője, a kör alakú legénység lakóhelye, és ezeket a képeket pazar hanganyag is kíséri. Legtöbbször igen erős és hatásos komoly zene. Richard Strauss-tól kezdve Johann Strauss Kék Duna keringőjén át, és ezek pont olyan zenék, hogyha meghalljuk őket, szerintem nagyon sok mindenkinek beugrik a film, aki már látta. Érdekességnek megemlíteném, ha már a zenénél tartunk, hogy a film zenéjét többek között egy magyar zeneszerzőnek, nevezetesen Ligeti Györgynek is köszönhetjük, úgyhogy magyar vonatkozás is van ám. Szóval szerintem érdemes elmerülnünk ebbe a Kubricki űrutazásba. Hibái vannak a filmnek, mondom, talán pont a történetmesélés szempontjából a legtöbb. Nem minden van megfelelően kidolgozva és megmagyarázva, jó pár dolog talán érthetetlen is egy picit, viszont ezeket a hibákat abszolút elfedi a megannyi pozitívuma. Az ember élet keletkezéséről, céljáról elmélkedik, plusz kapunk itt embergép kapcsolatát firtató gondolatokat. Szerintem amúgy a film legjobban működő része ez a Jupiter expedíció felé tartó részek, vagyis hol számítógép versus emberek harca. És akkor még egy érdekességet elmondanék gyorsan hol nevével kapcsolatban, hogy az IBM-ről kapta a nevét, csak ugye annyi változtatása, hogy minden betűt kicseréltek az ABC éppen előtte lévő betűire, zárója bezár. Összegezve egy kicsit, csak azt tudom mondani, hogy menjetek el moziba megnézni, főleg ha még nem láttátok, akkor mindenféleképp utaljátok be, ha meg már láttátok, akkor tényleg csak azt tudom mondani, amit már mondtam is, hogy ez a film látványa miatt tényleg a nagy vásznon mutat igazán jól. Aki sci-fi rajongó, vagy csak szeretne látni egy szeletet a film történelemből, annak én abszolút tudom ajánlani, hogy nézze meg. Viszont, mint mondtam, javaslom a könyv elolvasását is előtte vagy utána, mert tényleg megértés szempontjából szerintem nagyon kiegészíti egymást a kettő. Szóval űrre fel, a végtelenbe is tovább, jó mozizást, találkozunk a zűrben.